Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Szeptember 10-e van 2022. Balatonfüreden vagyunk egy újabb villanyautós találkozón. Megnézzük, hogy milyen autókat állítottak ki. Vannak itt cégek, magánszemélyek, és remélem, hogy velünk tartotok, és érdekes beszélgetéseket fogtok hallani. Tartsatok velünk a mai nap folyamán. Mehetünk. Beültünk egy elektromos autóba, Bencével, a balatonfüredi autós találkozó, villanyautós találkozó egyik szervezője, mondhatom? Igen. Apa, ugye? Társszervező. Most ez olyan népszerű társszervező. Hát Jósa Tamása meg álmodója ennek, a balatoni villanyautós találkozónak, és most már 3 éve szervezünk közösen Tamással ezt az eseményt, ami ismét elég jól sikerült. Igen, én most még Balatonfüred szűz voltam. Igen, hogy de, tetszik? Vagy még nem lett ebből semmit. Vízparton voltál már? Nem, menjünk. Akkor lehetünk, ugye? Igen. Legalább egy kikötőben mindenképpen. Oké. Közben azért arról faggatnálak, hogy növekszik, meg gondolom növekszik ennek a rendezvénynek a népszerűsége, létszáma. Hát ugye ez az 5. balatoni villanyautós találkozó, egy rendezvény maradt ki, mert ugye a pandémia miatt nem lehetett megcsinálni. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben csináltuk az elsőt, folyamatosan fejlődik, először még egy 15-20 autó, ugye nagyon kevés elektromos autó volt 2017-ben, és most már folyamatosan növekszik. Tavaly évben már közben itt elenged egy másik villanyautós. Igen, most ő Szlovákiából érkezett. Nem magyar rendszámban. Köszönjük is neki. Igen, mert ténylegesen Szlovákiából érkezett, tehát ő már nem egyéb okok miatt használ szlovák rendszámot, hanem azért, mert ő valóban onnan jött. Tehát most már tavaly is 110 tisztán elektromos autó volt ezen a rendezvényen. Idén 150 fölé ment a létszám, hát ez mutatja azt, hogy hogyan fejlődik a magyar villanyautózás gyakorlatilag évről évre. Tehát egy elég dinamikus, hát így bocsánat, itt a kerékpárosunk hát, nem nagyon vette észre az elsőbséget, mert hogy itt vége van mindennek. Igen, de ezt majd akkor működik a fék. Igen, működik minden, úgyhogy a reflexünk is, hogy minden rendben van. Most ahhoz a kikötőhöz fogunk bemenni, vagy oda érkezünk, ahol a legelső villanyautós találkozó volt. Tehát annyira kevés autó volt még akkor, hogy elfértünk itt nagyon kényelmesen. Ismerősök mindenhol. Sziasztok! Hát igen, ez egy picit azért jobb itt a terület. De jobb itt a Balatonparton, hát, nem? Hát figyelj, hogy őszinten legyen. Simán. Simán. Tehát, hogyha megnézed ezt a területet, gyakorlatilag itt volt előttünk. Tehát ezen a placon volt a legelső találkozó, és most odáig fölfejlődtünk, ahol láttátok az eseményt. Köszönöm, és akkor kicsit leparkolunk. Kint folytatjuk, jó? Mert nem ez be. A látkép, ez... Kell, ugye? Kívánja a kamera. Akkor viszont meg tudom mutatni azokat a hajókat, amivel a villanyautós találkozó résztvevőit vitorláztattuk a mai nap folyamán. Na. Mert közben volt egy párhuzamos esemény. Szóval, aki nem jött el, hát az így el. Ennyi. Ennyi. Akkor folytatjuk a parton. Megérkeztünk ide a magyar tengerpartjára, a Balatonra. Tulajdonképpen keresném a szavakat, de nem találom. Akkor élvezd inkább. Igen. Élvezd egy kicsit, és akkor én elmondom, jó, hogy okay. Innen indult az első balatoni villanyautós találkozó. Itt mögöttünk van egy nem túl nagy terület. Itt gyűltünk össze egy páram, élveztük a Balatont. Próbálgattuk ezt a villanyautót, hogy miről szólhat ez az egész. És aztán valahogy úgy maradt az egész társaság. Most már kinőtte magát. Amit az előbb is mondtam, hogy a programba beépítettük ezt a vitorlázást, mert mind a ketten elkötelezett vitorlázók vagyunk. Most jelen pillanatban az atomerőműnek a kikötőjében vagyunk, és támogatja ezt a rendezvényt
az atomerőműnek a vitorlás szakosztálya is, és ezekkel a hajókkal tudtak kimenni gyakorlatilag azok a résztvevők, igen, akik kijutottak, ti sajnos nem jutottatok ki. Igen, ötös hát tanácsom, hogy legközelebb akkor mindenki. Korábban kellünk egy picit, ha picit korábban kelljetek, most már kisütött a nap, és gyönyörű szép idő van. Igen, volt egy kis aggodalom a lelkemben, igen, mert reggel lemostam az autót, mondom, el van borulva, hát belefutottunk egy zuhéba, még áttöröltem a kocsit, mondom, csúnya koszos autóval nem jövünk, és mondom, milyen idő lesz, hát a kegyes. Tőlünk megkérdezték, és ezért jó a vitorlázás, mert különböző csatornákon már utána néztünk, hogy vajon milyen időnk lesz, és többen mondták, hogy itt eső lesz, mi lesz. Mindenkit megnyugtattunk, hogy reggel lesz utoljára eső, és utána meg gyönyörű szép idő lesz. Na, hát ilyen... És bejött. Ezért kell egy kis vitorlás háttér. Igen. Ez igen. Ez pont az, hogy nekünk kellemes, azért még van ereje, ez már az indián nyárnak nevezhető meleg, és a legközelebb, gondolom, akkor jövőre ugyanígy lesz találkozó. Biztos, hogy lesz. És aki érdeklődik, és nem elektromos autó tulajdonos, ő is jelentkezhet vitorlázásra, hát, vagy? Sőt, tehát ezeknek a találkozóknak az lenne a célja, hogy az elektromos autósok eljönnek, beszélgetnek, ők már aktívan használják, de azok, akik nem használják, óckodnak tőle, kilométer frász van bennük, hogy úristen, nem fogok hazaérni, nem fogok leérni, nem, ugye rengeteg kérdés van ebben a témában. Itt úgy tud vele ismerkedni, hogy nem egy autószalonban van, ahol rögtön megkérdezik, hogy mit vásárolsz, mit szeretnél, hanem itt teljesen egy ilyen programként, családi programként tudja ezt az egészet megélni. Eljön, megnézegeti, valós felhasználókkal tud beszélni, egy valós használatról, tehát nem egy prospektusból fogja tudni mondani, hanem megnézel egy autót neki, és tényleg mennyit tudsz, és tényleg mennyit mész el, és hol használjátok. És ez a célja ennek a találkozónak. Igen. És közben sétál egy jót Balatonfüreden, vitorlázik egy jót, élvezi, fagylaltozik. Tulajdonképpen, ha vitorlázásról van szó, akkor ne egy elektromos autós kérdezzünk, hanem egy vitorlás embert, egy hajós embert. Egy olyat, aki mind a kettőhöz igen, ért. És akkor fordítva, hogy aki használja, azt kérdezzük igen, tulajdonképpen, ugye? Szerintem igen. Elbúcsúzunk Balatonfürettől. Véget ért a villanyautós találkozó, 5. itt. Köszönjük a szervezőknek, Tamásnak és Bencének, hogy részt vehettünk ezen a színvonalas rendezvényen. Rengeteg tapasztalattal, rengeteg autót láthattunk. Remélem átjött nektek a videóba az egész rendezvénynek a szellemisége. Köszönöm, hogy megnéztétek, és köszönöm a páromnak, hogy operatőröm volt, és figyelte a munkámat kamera túl végéről. Sziasztok!